Köszöntöm a nézőket! A gyógypedagógiával foglalkozó szakemberek számos esetben találhatják magukat olyan szituációban, ami később meghatározó része lehet életüknek. Vendégem Aléné Kucsera Andrea, az STEA GPK gyógypedagógus képző tanszék oktatója, valamint a békési dr. I.J. Sándor ennyi intézmény vezetője, a saját bőrén élt meg egy az ember életében egyébként is meghatározó pillanatot, ami rajta kívülálló okok miatt dráma irányba fordult. Üdvözlöm a stúdióban! Jó napot kívánok! Mielőtt nagyon mélyen érintenénk a témát, szeretném, ha a nézőket is kicsit rávezetnénk a történtekre, illetve a családja és különösen az idősebb lányával történtekre. Hogyan mutatná be Patriciát? Ki ő? Mit csinál? Miket szeret csinálni? Patricia 1997. december 19-én született, karácsony előtt egy pár nappal, egy egészséges terhességből. A terhességi hét 36. hetén reggel elfogyt a magzatvíz, és elindultunk a kórházba, hogy megéljük a családok és az anya és az apa számára a legfelemelőbb, legbensőségesebb pillanatokat, hogy egy csodaszép kisgyermeket tarthassunk a kezünkbe. Sajnos komplikációk léptek fel, és egy nagyon hosszú vajudást követően este 7:30-kor, tehát reggel 5 órakor folyt el a magzatvíz, és este 7:30-kor született meg nagyon nagy nehezen, természetes úton, de szinte fekete bőrrel, nem sírt fel jó egy óra hosszáig, és élethalál között lebegett. Jelenleg ő már most 26 éves, elvégezte az általános iskola 8 osztályát. A tragédia vagy a jó dolog az egészben, nem tudom eldönteni ezt jó magam se, hogy ő közel épp intellektussal éli a mindennapjait, nyilván ennek az összes szépségével és hátrányával is, hiszen be van zárva a saját testébe, és naponta szembesül azzal, hogy ő mennyi mindenre nem képes, és mennyi mindent nem tud megcsinálni a más emberekhez és kortársaihoz képest. Elmesélni, hogy mi történt úgy pontosan ezen a napon, hogy ennek mi lett a következménye végső soron? Miután megszületett őt, azonnal elvitték az intenzív osztályra, mint kiderült nekem, már a szülés előtt volt egy nagyon súlyos méhen belüli fertőzésem, amelynek a következtében ő is felülfertőződött bent az anyaméhben, és ezért nem sikerült neki spontán módon gyorsan megszületnie. Súlyos oxigénhiányt kapott, és ennek az állapotnak a következményeként lett ő súlyosan halmozottan sérült, ami érinti a beszédközpontját és a mozgásközpontját, tehát önállóan sem ülni, sem járni nem tud, teljes ellátásra szorul, viszont az értelme, mint mondtam, nagyon jól megmaradt, és a beszéde is érintett. Tehát beszél, mindent tud mondani, de nagyon nehezen érteni az ő beszédét. Ön, amikor megszületett, 23 éves volt, hogyan élte meg ezt a napot ilyen fiatalon? Hát nagyon nehezen. Természetesen, mint már a bevezetőben is mondtam, arra készültünk, hogy fiatal szülők leszünk. Nekem az volt a vágyam, hogy én fiatal anyukaként, majd a felnövekvő gyermekemmel úgymond barátnőként együtt élem a mindennapokat, és ez milyen szuper jó dolog lesz. Nagyon szerettem volna fiatal anya lenni, hát ez meg is történt, csak nem úgy, ahogy én elterveztem. Nagyon nehéz volt, ő egy hónapig volt intenzív osztályon, a harmadik héten, amikor 3 hetes volt, akkor tudtam bemenni és táplálni. Az első találkozásunk alkalmával 7 infúziós cső ment a fejébe, és nem sok jóval kecsegtettek az orvosok. Azt mondták, hogy ha kisfiú lett volna, valószínűleg, hogy nem éli túl, mert a kislányok mindig egy kicsit jobb ellenálló képességűek, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz időszak következett az életünkbe, de úgy engedték ki végül is 4 hetesen, hogy életkorának megfelelő mozgásmintákkal, reakciókkal rendelkezik, úgyhogy mi egy úgymond 4 hét után úgy gondoltuk, hogy egy egészséges babával távozunk. A későbbiekben hogyan változott az állapot?
A későbbiekben jártunk vissza folyamatosan kontrollra, és 3-4 hónapos volt, amikor jelentkeztek már az első jelek. Nem úgy fordult, nem úgy fogta a játékot, a cumi folyamatosan kiesett a szájából, és rengeteget sírt. Az orvosok nyilván felírták az akkori mozgásfejlesztést, amit mi otthon végeztünk vele, és olyan 6-7 hónapos korától kezdődően indult el egy nagyon intenzív fejlesztés, amikor már dévényterápiára is hordtuk, kognitív fejlesztésre, ugyanakkor látszódott, hogy az értelme mennyire jól nyilladozik, nagyon mosolygós, vidám kislány volt, miután túllendült az első 2-3 hónap nehézségein, és folyamatosan együttműködő volt. Tehát látszott rajta, hogy mindez az értelem, ami a korához szükséges, az ott van benne. Akkor hol tanul most, mivel foglalkozik most így a szabadidejében, miket szeret csinálni? Patrícia miután elvégezte a 8 osztályt, elkezdtük a középiskolát, a szakiskolát, de olyan nehezen érte meg azt a váltást és azt a követelményszintet, amit elé állítottak, és amit neki teljesíteni kellett volna, hogy úgy döntöttem 16 éves korában, hogy megszüntetjük az iskolai ellátását, és egy nappali intézménybe jár ma is. Közben volt, hogy visszatértünk az iskolába, és fejlesztőnevelés oktatásban végül is 23 éves korig teljesítette a tankötelezettséget. A fejlesztőnevelés oktatás ugye az azt jelenti, hogy egy más nevelési oktatási feltételekkel, tartalmakkal teljesítik iskolai körülmények között a tankötelezettséget a gyermekek, de mégis korosztályuknak megfelelő közösségbe, kortárs kapcsolatokkal vannak körülvéve, és ezt ő nagyon-nagyon szerette és jól viselte. Ahogy a 23 éves kort betöltötte, ebből az oktatási rendszerből úgymond kiesett, és azóta egy nappali intézménybe jár. Reggel elmegy, elvisszük, és délután pedig hazahozzuk. Ugye a szabad idejét mivel tölti? Mivel ő nem tud semmit csinálni a beszélgetésen kívül, az az egyedüli, amit nagyon szeret és tud, hogy beszélgetünk vele. Ezen kívül természetesen nagyon imád figyelni, megfigyelni, csavarogni, kirándulni, és van egy segítő terápiás kutyája, akivel hosszú évekig paraagilitisztek a apukája segítségével, viszont az utóbbi időben eléggé elvesztette a motivációját e felé a tevékenység felé is, úgyhogy most éppen áprilisban lesz Gyulán a következő Medivit Kupa paraagiliti verseny, és valamelyik nap mondta, hogy anya, nem biztos, hogy szeretnék indulni, majd látjuk, hogy milyen döntést hoznak, mert ez az ő döntése lesz. Mitől alakulhatott ki ez a motiválatlanság? Én azt gondolom, hogy az elmúlt években elég súlyos egészségügyi problémái voltak. Van neki beültetve az agyacskájába mind a két oldalra egy-egy pacemaker, amire azért volt szükség, mert nagyon súlyosan felerősödtek a túlmozgásai. Egyáltalán nem tudta kontrollálni a kezeinek a mozgását, és ezért volt szükség erre a nagyon hosszú 9 órás agyműtétre. Volt a családban veszteség, ami szintén megviselte, egy nagyon-nagyon extra érzékeny lélekkel rendelkezik, és azt gondolom, hogy ez mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy motiválatlanná váljon, vagy motiválatlannabbá, illetve a mozgásállapotában is a sétálás az már közel sem megy úgy, mint régen. Tudni kell, hogy csak akkor száll ki hosszabb távra a kerekesszékből, hogyha az agility-ről van szó. Tehát ő akkor sétál egyedül édesapja támogatásával hosszabb távon, hogyha az agility-ről van szó. Ez most kevésbé érdekli, mint eddig. Ön ugye vezet egy blogot, amelyben le is írta, hogy miket éltek meg együtt. Milyen szerepet tölt be ez az ön életében? Van-e esetleg öngyógyító jellege? A blogírásnak? Igen, mindenféleképpen. Azon túl, hogy egy öngyógyításnak használom az írást,
amikor van rá időm, természetesen, mert most már azért kevésbé fektetek bele energiát. A célom az volt, hogy azoknak is, azoknak a szülőknek is próbáljak utat mutatni, vagy erőt adni, akik hasonló helyzetben vannak, mint mi Patriciával. Mögöttünk már van 26 év, annak az összes nehézségével és szépségével, és annó számomra nem sok példa volt, nem sok minta volt, főleg pozitív minta nem volt, hogy hogyan is lehet együtt élni ezzel a nehéz helyzettel, hogyan lehet megélni a mindennapokat úgy, hogy másnap jó kedvel álljon fel az ember, és azt mutassa a hamzottan sérült gyermekének, hogy de érdemes élni, és van miért, és kiért. És úgy gondoltam, hogy ha ezzel a blogírással csak egy kicsit is tudok pozitív példát mutatni a családoknak, akkor már mindenféleképpen megéri azon túl, hogy öngyógyítást is végzek saját magamon. És milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük? Onnantól kezdve, hogy Patriciáról kiderült, hogy sérült, nekünk a mindennapokat, édesanyám sokat segített, de hogyha nekünk hosszabb távra, vagy nekem hosszabb távra el kellett azért mennem, ott az édesapa volt az, akire támaszkodhatom. Tehát őt huzamosabb időre rábízni valakire nem lehetett, és most sem lehet. Az, hogy én idő, az megszűnik az anya számára. Az, hogy párkapcsolat és a párkapcsolatban az egymásra fordított idő, az szintén eltűnik, és ez mind-mind olyan nehezítő tényező, ami nagyon befolyásolja a családnak az életét, és egy nagyon-nagyon szoros anya-apa férfeleség kapcsolat kell, hogy legyen, hogy mindezt túlélje, mindezt a nehézséget és életmódváltást, amire mi kényszerültünk Patricia által. Miket tanácsolna a hasonló helyzetben élőknek? Mindenféleképpen keressenek támaszt maguk mellé ezek a családok, akikre számíthatnak jobban, rosszban egyaránt. Nagyon nehéz, de ez egy nagyon-nagyon hosszú és embert próbáló út, ami előttük áll. És bármennyire nehéz, túl kell lendülni a kezdeti sokkos állapoton, éppen azért, mert ez egy hosszú távra szóló élmény, ha lehet ezt így mondani, és találják meg a saját gyermekükben mindazt, amit azt gondolnak, hogy elveszítettek, mert nem lehet mindig a múlt fájdalmában élni. Muszáj előre tekinteni, és muszáj meglátni annak az oldalnak is a szépségét, ami ott van, csak meg kell látni. Motiválták a történtek abban, hogy ezt a pályát válassza? Egyértelműen. Én tanítóként végeztem, és amikor a tanítóképzőn harmadéves voltam, Patricia akkor született. És miután kiderültek a problémák, akkor nem is volt kérdés számomra, hogy a gyógypedagógia a tovább lépésnek az útja, hiszen ezáltal tudok neki minél többet és jobb minőségben segíteni. Nagyon szépen köszönöm a tartalmas beszélgetést, a nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!